György Vietnám, sziasztok gyerekek, üdv a csatornák, képen jelentkezik a következő csodálatos farming szimulátor 19 1 milliárd euró kihívásos része, és ez nem más lesz ez a rész, mint a mai tripla FS 19 részek második epizódja, mivel szombaton úgy gondoltam, hogy bepótoljuk az lemaradásunkat, és csinálunk egy ilyen extra jó három részt. Na várjátok gyerekek, hogy van egy ötlete a Keepernek, mert miért nem mindig egy ötleted, érted? Igazából az a jó, hogyha mindig van ötleted, akkor vagy kreatív. A kreativitás egyenlő ötlet. Ötlet, ne legyen az, hogy ne legyen ötleted, mindig adja az. Egyébként mindig, nem hiszitek el, de egyik munkatársam mondta, hogy te folyamatosan gondolkodsz. Mármint én úgy csinálok, hogy amíg nem dolgozik a gép, így lefeljárok, és így folyamatosan látszik, hogy így agyalok. Egyébként folyamatosan agyalok. Állandóan azon töröm a fejem, hogy például akármin, hogy mi legyen a farming szimulátorban a következő részben, milyen színű legyen a így folyamatos ilyen agyalás van. Régebben, megmondom őszintén, de ne rehessetek ki, hogy ilyen nagyon sokat álmodoztam, így mindenről, így elképzeltem. Emlékszem rá, hogy milyen, nem volt még a számítógépem, gyerek voltam, és elképzeltem, milyen lenne a számítógépem lenne. Ilyen szinte ilyen gondolatban játszottam különböző játékokkal. Várjátok, gondolkozik a Keeper. Jó, gondolkozott a Keeper. Oké. Okay. Gondolatban játszottam különböző játékokkal. Esküszöm, hogy ilyen hülyeségeket csináltam. Viszont lőjük ki magunkat ezerrel. Aha. Oké. Okay. El kell mennünk a boltba, most már végre elmehetünk a boltba. 3x6, az 18 000, ugye? 18 000-be fog fájni a következő művelet, amit fogunk venni. Sőt, még lehet, hogy annál is több. Úristen, mekkora szalmadöpó. Most már egyébként megvehetném, vagy eladhatnám a szalmát, úgyhogy lehet, hogy az is lesz. Sok minden lesz. Ebben a részben ígérem, hogy sok minden fog történni. Hú, de nagyon sok minden fog történni egyébként. Az a baj, hogy olyan sok minden fog történni, olyan sok minden történne, hogyha az a mullana, hogy amit meg tudok valósítani, ami éppen a fejemben van, hogy ez baradalmas, hogy sok minden történne. Meg is lenne az 1 milliárd euró. Na, de nem, még nem. Kellene vennünk betölgépet is, ha már egyszer itt vagyunk a boltban, lehet, hogy itt megtöltjük, érted? Akkor már nem kell még egyszer menni, viszont várjál, mi van itt? Úristen, gyerekek! Jó, el kell vinni ezt a izet, és akkor legalább most nagy teszt lesz, ugye a vetőgép nagy teszt, igen, várjál már. Ő tud, van itt egy GD, amit már kinéztünk régebben. Jó, és tud, jó, egyébként tudom, hogy az egyébként tök sok mindent tud vetni. Úristen, ez nem kell talajlazító, bazze. Ó, ez nagyon cheat nekünk, nem? Ez olyan csit szagú nekem. Jó, figyeljetek! Ahhoz képest, hogy ne... Tudom, hogy nem kell talajrazító, de mi úgy fogjuk kezelni. Figyelj, a csiteket ki kell valahogy küszöbölni a Keepernek. Nem érdekel. Nem fogok talajrazítót megsporolni vele, mert szerintem az egy ökörség lenne. Úristen, ez jó nagy. Ez egy ökörség lenne, hogy talajrazító funkciót. Egy ilyen vető, mert ez nem tud, ez egy csites vetőgép, de ugye a csit, például ugye tud vetni például, vagy ültetni krumplit, egyértelműen nem tud ültetni krumplit ez a GD vető, nem, hát ez nem valós, és emiatt azon gondolkozok, sőt, mindenképpen azon töröm az agyam, hogy mi kiküszöböljük a csiteket, tehát csak olyanra használjuk, amit normál esetben tud vetni ez a vető. Búza, a szokásos, tudjátok, a szokásos cuccok. Tehát mit tudom én, ezek krumplit vagy ilyen hülyeségeket ne vessen. Plusz még talajlazítózni kelljen előtte, jó? Azt is belefoglaltatik. Mindenképpen tárcsázok előtte. Amíg ezt a vetőt használjuk, be fogom egyébként rakni. Tudom, International Harvester, vagy nem is tudom, IH. Nem, az készi, ja. Ja, lehet, hogy az... Na mindegy. IH 6200-as vető mindenképp kell. FS15-ben használtuk, tudjátok, az a nagyon hosszú, amelyiket úgy tudod vontatni, hogyha hosszába vontatod. Azt be fogom rakni, nagyon szépen köszönöm, Zoli. Tudom, hogy már adtad meg a linkjét.
mindenképpen be fogjuk rakni, de egyelőre most figyeljetek, most hadd ne. Nem akarom megszakítani ezt a hatalmas dinamikát, amivel rendelkezek. Nem fogjuk csitre használni a vetőt. Érted? Figyelj, ezt meg utána kéne akasztanom. Nem fogjuk. Mindenképpen tárcsázok kellett. Én ne legyen az, hogy hogy olyan vetővel kelljen megoldani csak tényleg a kultizás nélküli dolgot. Látok. Amivel meg lehet, érted? Ne izével, hülyeségekkel csináljuk. Azt figyelj, azt kellett csinálnom, hogy ezzel odahúzok, aztán akkor kézzel odahúzom, jó? Ezzel nem valószínű, hogy végig fogok tolatni ezzel sorra. Kiszállok. Gyere, barátom, gyere. Megfogjuk. Na. Gyere. Kicsit megrángatom. Tudom, hogy nehéz. Hát, de meg kell rohadt. Majd azt mondtam, hogy húályos vagyok. Most az, hogy elharadtam a végét ennek a szónak, az nem nagyon volt jó dolog, nem? Egyáltalán föl, föl lehet bazzik. Na várja, akkor a szituáció, hogy kellene nekem raklapos áru, nem raklapos áru, zsákocskák kellene, szilárd műtrágya, oké? Nem tudom, legalább egy kettő gondolom, mennyibe kerül ez? Oké, meg legalább egy két mag. Egyáltalán elég lesz ez, és akkor ezzel vetőgép, de mindenképpen fogok előtte kultizni. Mert ugye ez nem olyan vetőgép, ez csak egy ilyen fake dolgot így beleraktak, hogy... Sanyi azt nem mondta, elkezdti ásni, menj a francba. És akkor azt nem tudom, ezt hogy fogod megtölteni, érted? Nem tölti meg. Elvileg most melyiket nyitja, azt nyitja és nem tölti. De, műtrágya, jó. 50%, érdekes. Magot is kéne beletöltened. Na, tölti bele a magot. Nem, ennyit begyert, ne viccelj, várjál, itt nem stimmelnek a dolgok, gyerekek. Várjál, nem lenne egyszerűbb, hogyha bele... folyatná a képer. Megtelettünk? Megtelettünk. Jöhet a következő. John Deere! Nem kétlem egyébként, hogy van egy ilyen vető. Sőt, biztos, hogy van egy ilyen vető, megvan a száma, szépen minden. 8350, de az a 8350-es vető, keressetek rá nyugodtan, biztos vagyok be, hogy nem fog tudni kultiválni. Meg, hogy kruplit ültetni, az is biztos. Az egy másik speciális gép kellene hozzá, nem ilyen. Hoppá. Szóval, ja. Hát ebben fér mag, bazze. Jó. És el is fogyott? Ennyi volt? Nem mondod? Hú, bazze. Anyagi csőr ez az egész. Ezek a vetők. Na. Nem baj. Figyelj, kell. Maximum majd töltünk otthon is. 7-9-en is fogytunk, jó van. Oké. Okay. Gyerekek! Jó, betöltöm az egyikbe ezt, a másikba azt. Ezt rárakom ide, akkor tölti? Nem? Nem hajlandó. Ezt fognék a gyerekeknek, ne jelítsen meg. Célja kell húzni a zsákot. Na és arra vagyok kíváncsi, milyen gyorsan fogja el tudni húzni meg hogy ez is azt csinálja-e, ugye, hogy beleér a földbe gyakorlatilag az egész. Ja, a International Harvestereket be fogjuk rakni, ne ijedjetek meg, hogy nem. Zoltán... Szlovenszki? Zoltán Szlovenszki? Jól lejtem a neved? Biztos nem, amilyen hülye keeper. Jó, hát itt vannak bajok. Érdekes, hogy mi 0%-ot. Na jó, van mindegy. De nézz oda, az egész szerelvény gyorsabban húzza, mint az előtt a vetőket, amikor jöttünk eladni, ugye? Mondtam? Ez a nem mindegy, hogy itt igazából egy problémás szituáció lépett fel azokkal. Jó, elmegyünk a földön, ott mondjuk valószínűleg nem nagyon fogja húzni. Tudjátok mit? Ja, tudjátok mit? Lehet, hogy ide be is akasztom a vetőket, vagy berakom ebbe a hosszú egyenesbe.
és egyesével fel tudják majd venni a gépek. Ugye három gép vett, három gép, figyelj meg, itt valamit kellene működni, ezt le kéne akasztani sorba őket, hogy férjenek oda a gépek szépen hozzájuk. Viszont cifát el kell küldenem majd ide. Na látod, ilyenre gondoltam. A tárcsát elvisszük magunkkal. Gyerekek, ez egy ilyen izé, ilyen eszközrendező az az MTZ. Magasan szív az MTZ, és simán nem is tör ide, aggódjatok. Ilyen eszközrendező neki tök jó. Ja, az ifát le kell majd hoznom esetleg ide, és akkor innen indulnak okosba a vetők. Itt... igen, kultiválunk előtte. Nem érdekel, nem fogok annyira becsitelni, hogy itt izével. Legbottabb az, kultiválok meg vetek, már nekem sok lenne. Jó, oké, akkor. Ezt elvihetem a végére, ugye? Ja, ez olyan volt ez a vető, ugye azok a... amiket legelőször vettünk, hogy olyan, mint hogyha ennek például benne lenne a földben mindig a tárcsája. Nem jól működött. Jaj, ez nem mindök jó. És azért van az, hogy bal oldalra szoktak ültetni mellé embert, mert ugye jobb oldalon ül a sofőr körülbelül, csak hát annyira nem látszik ebbe a kicsi kabinba, de látod, hogy jobbra van eltolva. Jó, akkor figyeljetek, kizélik ellene, nem van trágyázva, mindenképpen neki kellene állni. Kultivári. Figyelj, ezt azt csinálom, hogy ide hozok egy gépet, mindenképp keresztbe megcsinálom a földet. Meg igazából a másik oldalt is az lenne jó, hogy megcsinálná az ember keresztbe, és akkor már szépen fordulnának rajta. Na mindegy, majd mindjárt kicsit összepakolom a dolgokat. Isten, mi van itt, gyerekek? Hallod? Na nézzük akkor, gépeket kellene mozgósítani, ugye? Jöjjön a rába. Érdekes, hogy hogyan fordulsz a rábával, amikor nem megy a motor. Egyszer nincs hidraulika nyomásod. Hát jó van. Egy a fene. Szerintem azt csinálom, gyerekek, hogy a rábával... Ez nagyon jó, kompakt ez a tárcsa, ez nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy azt csinálom a rábával, megcsinálom a főcélit. Hú, van, aki kirovetszünk, gyerekek. Álljál meg, az valami... Nem, várj, nem a benzinkúton volt, vagy valahol? Nehogy nem, itt a jamzi. Ez meg itt a PM, baze. Ha vegyük már őt is. Ő megkapja a harmadik tárcsát. Amíg benn van a telepen. Na itt jobban látható, ugye jobbra húzódott ember. Írta valaki egyébként azért, mert ugye a szántásnál jó, hogyha a jobb oldalon látsz ki a gép inkább, mint bal oldalon. Bár ebben aztán annyira nem szerintem nem az ergonómiáról híres, nem nagyon látsz ki, nem? Ja, semmire, a kerékre esetleg oldalt kihajolsz, hogy nem tudom, akkor esetleg úgy meg tudod oldani, hogy kiláss. Na gyerekek, kezdődik a tárcsázás három tárcsával, sajnos az IH-kat elengedtük. Mária, hol van a tárcsánk? Ez a szóma, ez jó itt. Meg jó, hogy nincs benne a izén mód, nem is tudom melyik módban. A szézőnben vagy melyikben van az, hogy ha megázik a szalmad, akkor így eltűnik. Jól emlékszem, abban van benne. Jó, hogy meg kihagyunk. Ezt a betyár. Ez jó volt, hogy ezt tetszik. Na, figyelj, ezt meg elküldjük a végére. De az lesz, hogy mindenképp a rábával lehúzom két szélét oda-vissza, és akkor utána a három gép fog tárcsázni, és addig akkor tudunk valamit csinálni. Hát a vetőket akkor meg tudom tölteni, és akkor indulhatnak a vetők. Ez valahogy így kellene ezt így összehoznunk. Na, fordulunk. Nem tökéletes, hogy nem olyan széles az a tárcsa. Egyébként erre a gépre lehetne szélesebb tárcsákat. Majd esetleg küldjetek széles tárcsákat, vetőket, linkeket, jó? Oké. Meg is vagyunk. Akkor jöhet a Steiger. Kicsit vissza, kicsit jobbra, kicsit balra. Kicsit a seggét. Nem jó. Engedjed le, engedjed! Oda-vissza lehúzzuk. Ah, 15-tel egyébként ez tök jó elrángatja. Ez jó lesz szerintem ez a gépecske.
Jó, nyomjuk neki, gyerekek. Ebben a részben mindenképpen bele kellene sűríteni vetést minden. Következő részben pénzkeresés lesz. És az lesz a durva szerintem pénzkeresésben. Nagyon kíváncsi vagyok. Ugye mindenképpen egy vetésforgónyi idő fog eltelni. És hogy ennyi idő alatt mennyit termel, ezért jó. Mennyi pénzt termel, ez nagyon érdekel engem. Már azt hiszem, hogy van egy kis problémánk ám, hogy lehet, hogy kaja szinten nem nincsenek jól a tyúkok. Ezt kihúzom egy kicsit, ezt majd innen fog indulni természetesen. Ez meg piros, hallod? Ez meg zöld lett. Lol. Ezt így szépen kihúzzuk. Visszafordulunk. Ez jó, mert kompakt, látod? Ilyen nagyon kicsi. És mármint ugye nem hosszú, és tök jó vele, lehet vele fordulni. Ez tetszik. Ez jó az a... Jó az a tárcsa, figyeljétek meg, hogy tök jól fog működni, hogyha két szélét lehúzod normálisan. Sőt, azt kellene csinálnom, hogy... Ezt már nem is viszem fel, ugye ott van a T150K, azt elindítjuk, aztán akkor azzal lehúzzuk a másik szélét, és akkor megindítják. Szerintem ezek hibátlanul le fogják tárcsázni egyébként az egészet. Az egyiket ugye középen indítom meg, a másik kettőt, azt meg a két szélén. És akkor esetleg odébb pakoljuk őket. Addig tudunk más csinálni? Azért használunk gépi munkást, ugye. Nagyon kíváncsi vagyok, egy vetésforgó alatt mennyit termelnek a tyúkok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog számomra most jelenleg. Úgy, kihúzzuk teljesen. Kiemeljük. Kifordulunk, ráfordulunk. Okosba. Nagy ívbe inkább kicsit túlmegyünk, mint hogy utána toladgassunk, szenvedjünk. Beállunk a helyre. Úgy, tökéletes. Jöhet a... Izé-bizé, hol van? Így van ő. Ezt amire elindítjuk, mondjuk lemegy a nap, addig nyissuk ki a tárcsát. Három különböző gép, kb. Ugyanabból a korszakból, kettő orosz, egy magyar. Szerintem perfect. Ezt is ugye oda-vissza kétszer. És meglátjuk, hogy akkor hogy fognak működni, és akkor ezt meg tudom indítani középen, innen a másik kettőt két szélre, és meg fogjuk látni, hogy hogy működnek. Ezek a tárcsák egyébként jól működtek, ezek teljesen hibátlanok voltak. Látszik egyébként a kidolgozásán is, hogy azért ebben időt szántak látni, a munkahengerek tök szépen meg vannak csinálva, szépen mozog minden rajt, ahogy kell. Egyébként tényleg kipróbáltam, hogy a gameplay-en kívül azokat az IH-kat nem voltak jó. Rettenetesen régi modokhoz valami 15-ből származnak, nem nagyon vannak, nem kompatibilisek nagyon a gépekkel, nem jól működnek, hülyeségeket csinálnak vele a gépek, velük a gépek, úgyhogy ez nem nagyon nem tetszett. Viszont most tolatnunk kell sajnos, és itt befordítjuk arra, vissza a végét, most az elejét be, aztán már mehetünk is. Nagyon rá kell érezni egyébként ebben a játékban azokra a dolgokra, hogy hatékony legyél. Az irányításra, a logisztikára. Sokan azt gondolják, hogy jaj, olyan könnyű ez a játék. De hogyha nincsen célok, persze könnyű, hogy el vagy vele. Ugye soha nem volt célok. Mindig egy ilyen ertinglitanglisztunk. Ja, jó, van, oké, megcsináljuk, learatjuk, izé. Meg ugye mindig ilyen 500 ezer pénzekkel kezdesz a játékba, aztán megveszel minden gépet egyből nagyot, azt mindent happy. De hogyha tényleg komolyabban foglalkozó vele, meg vannak céljaid, akkor azért tanulni kell, meg jó kell csinálni. Ez olyan, mint egy cségokban is jó kell lőnöd, meg jó reflexeidnek, meg kell tanulni a pályákat, hát itt is meg kell tanulni egy csomó minden. Hát ezt egy kicsit így behúzom erre, így. Látod? És akkor már is olyan, mint a kiúztuk volna. Középen megindulő nagysága. Igen, egyébként lehet, hogy kellene egy tartálykocsi üzemanyagnak, mert már annyi gépünk van, és eléggé gyorsan fogynak. Nézzük, hol van kb. A közepe. Körülbelül itt. Na nézzük. Mehetünk? Mehetsz, barátom? Nézzük a következő kettőt. Mehetsz, barátom? Mehet a rábánk is. Mehetsz. Jó, gyerekek, három gép, oda-vissza szépen. Majd megnézzük a végén, hogy hogy fogja megcsinálni. Gondolkozási van. Gondolkozási van. Igen, a izéket kellene megrendeznem, a vetőket. Kellene nekem egy ifánk.
Az a baj, ezeket jó lehet volna felszórni, de jó, nem, nem, nem erőkedünk bele. De jó, föl lehet, hogy földobunk kézzel. Na igen, az itt irritálnak, hogy ezek a dobozok itt vannak, meg igazából az ifán legyenek, azt meg át kellene vennem valahogy bele van keveredve. De ez annyira bele van keveredve, nem mondom nektek, hogy ez nem is akar kijönni innen. Ezt ide rakta le, valahogy bele sikerült rakni a modellbe. Ezt itten bugoltat. De jó, jó, akkor azt te ott rohadsz. Téged felraklak ide a szélibe, mert ide veszem, hogy elférsz. Úgy, úgy. Jó, azt akkor menjünk, töltsük meg a vetőket. És nézzük közben a gépek, hogy hogy fognak marinálni. Látod, hogy tök jó egyébként, mindjárt visszatol egy kicsit, remélem, és nyom egy ívest, és nem fog visszatolatni végtelenségig. Na, mit csinálsz? Gyerekek. Már kezdődik, már van itt a csávó, hogy mit csinál. Nem, jó, megfordul. Ugye egy fegyívest fog nyomni. Egyébként tök összetetten csinálják a dolgot. Ugye, hogyha van hozzá helye, akkor egyíveset nyom, hogyha... Azért nem akarok belemenni ebbe a sárba, mert itt az elsüllyedünk el. De ez eléggé necces ez az oldal. Megtöltjük a vetőket. Mondjuk az ifával lehet, hogy nem fogom tudni felcsatlakoztatni. Nem baj, úgyis onnan indulnak a gépek majd. Na mi van? Milyen helyzet van rába? Vész? Csinálod? Ja, ez, látod, ez meg úgy csinálja, hogy megfordult és úgy tolat rá. Tök jó. Na, látod, hogy működnek ezek. Jó, ezt itt hagyjuk. És akkor majd itt megtöltögetjük az aktuálisat mindnek. Ez itt jó is szerintem. Okay. Jó van, gyerekek. Szuper. Remélem, hogy elég a mag meg minden. Nézzünk egy izé nézetet, én nekem szeretem azt a nézetet, hogy ebben ugye elég jól le tudsz, mit tudom, homokba arasztani, akkor tudod nézni, hogy mit csinálnak. Ó, látod? Minden egyik gép tökéletes. Lehúzod a föld két célt, utána nem kell rá gondolkodnod. Egyébként, hogyha lenne plusz 3 gépem, akkor ugye mehetne arra vető. Lehet, hogy az MTZ-t föl kéne hozni, aztán bessen, nem? Várjátok, van ám itt még feladat, amit meg kellene csinálnunk, nem? Mindjárt meglátjátok, hogy mi már van itt. De hol van az izé? Ott van, hol van a puttonyosi fám? Nekem volt egy puttonyosi fám, mondod? Álljál meg. De most tényleg az hol van? Itt mi vannak? A targonca meg a paut kocsi. Hol van a putt? Itt a puttonyosi fám, nem? Aha. Jó. Puttonyosi fa kellek, kére benni csukoknak kaját. Amíg azok csinálják a dolgokat. Na látod, és azért jó a gépi munkás, előző részhez visszatérve, hogy te addig tudsz dolgozni most. Megyünk a csukóknak, viszünk kaját, mert ugye lassan időpörgetés lesz. És hogy legyen neki étel. Nehogy kifogyjanak, mert akkor ugye nem termelnek kaját. Nagyon nem gond, hogyha kifogytál, nem döglenek meg, vagy ilyesmi, de kaját nem termelnek, az meg úgy nem eléggé nagy érvágás lenne a keepernek. Jó, jaj, hát egyébként gondolkozok rajta, hogy a ugye a szalmát is jó lenne elvinni. Hát, figyelj, lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy ugye akkor még egy aratás után ugye lesz megint szalmánk, rengeteg, az akkor már lesz vagy 600 ezer liternyi szalma, mit csinál ez? Forró szépen? Jó, csináld csak a dolgodat. Itt is fordul, az már vissza is fordult a rába. Jó, dolgoznak ezek gyerekek. Hoppá! Stoj! Egyébként valaki írta, hogy a ifapakból ne vegyek ki fát, mert össze-vissza csúsznak, meg ilyen hülyeségeket csinálnak. Tök nem veszem észre, tök jók, jók. Jók. Lehet, hogy a Reamod, vagy nem tudom, jót tett nekik, de teljesen nem csinálnak semmi rosszat. Na, kiengedjük a izét, és akkor töltünk a kettő. Várjátok, meg is nézem, hogy mennyi kajájuk van, gyorsan. 9000 liter, és 10000 liter. Na, akkor el kell felezni majd azt a mennyiséget, amennyi lesz itt, jó? Nem tudom mennyi van, de van egyébként. Megkezdjük, búza. Ennyi az összes 2400 liter, tényleg? Valami még volt elvileg, nem? Szója 900. Jó, hát sok értelme nem, nincsen, de igazából még nem tudsz más csinálni, érdemes ilyeneket csinálni. Meg lehet, hogy az MTZ-vel föl tudok menni, akkor meg tudom tölteni a vetőket. Hát ebben a részben jó lenne aratást elkezdeni mindenképpen. Megint keresünk rajta csomót, ugye búzát betünk mindenbe. Gondolkozok árpán is most. Ezt elviszük a tikoknak, bemegyük fele-fele, mennyi 2400 liter, 1200 literenként. Megpróbáljuk elosztani.
Alsószeg, megérkeztünk Alsószegre. Lehet, hogy kicsit ránézünk a földekre, bár most ja, jó lenne, hogyha lenne pénzük, mert akkor tudnék azzal is dolgozni. Ugye itt a fákat kivágni, ilyesmit működni. Nyomunk egy. Egyébként stabil az az ifa, meg jó, jó. Annyi, hogy kicsit felborítottuk az arab. Vigyázzatok, gyerekek! Oké. Okay. Ja, itt van egy pótkocsi, pont jó helyre raktam. Na, nem, elférek mellette. Oké. Okay. Jó, gyerekek, akkor ide öntünk egy 1000 litert, megpróbálom gyorsan megállítani. Na, mi van? Próbálom, hogy a másikba is jusson. Ó, pont jó, 1100. Ha, ha. Tök jó. Ide állok, így akkor nem fog neki tetszeni, mi? Nem, nem. És ennek nem tudom módosítani a billentési, nem, ennek nem lehet, módosítani, akkor beállunk szembű. Meghosszuk a takarmánt a tikoknak, hogyha esetleg időt kell pörgetni, akkor ugye tudjanak enni, mert akkor azért zabálnám, ezért tyúk azért nem keveset eszik. Jó, meg is történik. Kiszállok, a targoncával kíváncsi vagyok, fel tudom-e csatlakoztatni a pótkocsit, ezt mindenképp ki akartam próbálni, hogy később azért tudjak róla gondolkodni. Meg hát azért jó lenne, hogyha azért tudnám húzkodni. Mert akkor igazából egy a targonca el tudja itt... Jó, nem túl gyorsan, meg gondolom, hogy ugranak a gerekek, mint a disznó. Jaj! Hát igen, ez nem arról találták ki. Hű, ez ide betettem a fal mellé, ki se jön innen, hallod? Azt a betyár. Ja, hát ez nem a legjobb. Az a baj! Ugye, hogy... Ez a targonca, ez nem igazán ilyesmire való. Itt, ide lehet, hogy egy izét kellene. Na ugyan, aki nem nézte az előtti részet, meg aki terveket nem ismeri, ugye itt van kettő csirketelep, 500-500 csirkével. Itt kellene egy kicsit rendet csapni, és akkor tudnék ide lerakni 4 darab csirketelepet erre a részre. Valahol megcsinálnánk a kiáratot ugyanígy, de 4 darab ugye, akkor felmennénk 3000 csirkére. De kíváncsi vagyok, hogy egy vetésforgó, most azóta nem nyúltam hozzá ugye. Pontosan azóta nem nyúltam hozzá, mióta itt van ám a jövő. Itt van ám a kriptonit tábla. Azóta nem nyúltam hozzá, mióta... Mióta learadtunk. Tehát pont egy vetés forgó alatt mennyi pénz termel 1000 csirke. Ez a mai. A szombati napnak ez a leginkább, erre vagyok kíváncsi. És akkor ki tudjuk számolni mondjuk, hogy 3000 csirke vagy 10000 csirke mennyi pénzt termel. Azt semmiképp nem fogom csinálni, hogy azért pörgetem ugye az időt, hogy most a csirkék tolják a tojást, és akkor igazából annak semmi értelme van. Már semmi értelme nincs, de hát akkor azért legalább tudok egy kicsit gondolkodni arról, hogy mégis én abból mennyi bevételem van. Van érdemet csinálni, megnézzük mennyi búzát esznek meg annyi idő alatt, és megjártitek gyerekek. Ja, akkor nyepo nyemáj, ezek mit csinálnak? Gyerekek nagyon szépen dolgoznak, komolyan mondom, oda nézzél, hallod? Hát azért le a kalappal, hallod? Na ezt beszéltem. 3 darabban szépen dekultizott. Hát most gondolom lehet, hogy párom cittok, hogy miért nem használom azt a vetőt. Nem csitelünk, ugye ezt nem tudom hangsúlyozni, ugye most a traktort azért viszem el, mert addig a vetőket meg tudom tölteni. Na és azért jó munkást használni, ezt se tudom, nem tudom elégszer hangsúlyozni, mert mindig valaki mondja, hogy nem használja munkást. Hát hogyan? Ugyan tényleg, de írjatok ezekre a véleményt, amit így felhozok, hogyha esetleg gondolod, hogy van véleményed, írd le, hogy szerintetek érdemes lenne én nekem azt csinálni, hogy nem használod munkást. Hát ez tök, fölvettem a Jancsit, meg a Józsit, meg a Tibit, érted? A traktorosokat, azt dolgoznak pénzért, nem ingyen. Ugye viszik a lóvét, mint az állat. Majdnem itt sikerült. Ja, mondjál neki is annyi. Na, akkor meg kéne tölteni. Vannak bajok. Nem nagyon hajlandó. Bírom egyébként, hogy nem tölti el meg. Egyébként mekkora... Jó, viszont ez... De most miért nem tölti meg? Miért nem tölti meg, gyerekek? Miért csinálják ezek a rovadbetűk? Ott a másik oldalon van, nagyon messze van tőle, várjál. Ha fölmegyek, aztán platóról megtölti a keeper. Bele buritsa ide a izébe. A
patokba baszi az egész rakományomat, mert kovadulok meg. Nyilv. Nyílj a nyilvány. Oké, megtörtént. Mennyi van? Hát figyeljetek, van 1000-1000 literben. Szerintem ez bőven elég lesz neki. Ezt ide is rakom földszélére, szépen meg tud indulni. Ja, nem kell volna neki kultiválni, nem baj gyerekek. Én nem fogok olyan... Ha meg csites egy eszköz, akkor is úgy fogjuk használni. Látjátok, az árakat is úgy rendezem, hogy legyen értelme, semmi értelme, úgyhogy tőle 1000-be kerül egy... tényleg egy másik youtubert már múltkor emlegettem, hogy azóta nem néztem tőle semmit, de... Az öcsém! Nem kis pályázat, minden gépet átírtam 10 000-re az árát. No what? És 500 000-re kezdett, érted? És 10 000 átírta, jó, az tök jó, tényleg. 50 darab rábos tejget tudsz venni az elején, vagy hányan? Az ugye tényleg egy nagyon boldog dolog. Hát, lehet, hogy ezt így fogom tölteni ezután, mert úgy... Csak a varít engem az a dolog, úgy látom. Ebben nem is kéne több nagyon, de jól legyen. Hát ezek a vetők, ezek eszik a dolgokat. Na, meg. Azt a betyár, hallod? El is fogyott a izé? Nem, még van egy raklappa. Hű gyerekek, azért itt fogynak a dolgok, látom. És ilyenkor nem akarja kinyitani, vagy mi van? Nekem kell? Na, pedig még fér bele. Figyeljetek, bőven megcsinálják a... Bőven megcsinálják a munkát a csávók. Figyelj, töltsük telire. Akkor fullon lesz? Gyere, gyerek, bazd, mennyi cucc bele meg, te édes Isten. Azt a begyár alatt. Itt azért vannak komoly dolgok. Jó, hát ez megint elég lesz neki, én úgy érzem. Ezt elviszem egy kicsit odébb. Sőt, ugye kell egy olyan, amelyikkel keresztbe lehúzogatod. Hát ezt ide rakom, hogy ne zavarja. Egyenlőre. Hogy állunk? Ó, de jól állunk. Oda nézz, milyen szépen dolgoznak. Hallod? 3 egyszerre. Ha valamelyik akkor ide, valamelyik gyorsan. Mondjuk azt gondolom, a 1050K-val egy kicsit lassabban húz. Figyelj, egy évben szépen. Az a lényeg, le kell húzni. Egyébként kipróbáltam az IH tárcsákat, lehúztam. Lehúztam izébe, lerülőztem, vagy hogy mondják, leszektem, aki ahogy éppen szereti, hát nem volt akkor se jó, úgyhogy ezek az IA-k azok tényleg sajnos nem jól működnek. Ezt a területet is meg lehet, hát kell nézni milyen területet lehet megvenni még, mert az állattenyésztést nagyon oda kellene helyeznem. A majdszer, nem? Na mi van itten gyerekek, még mindig? Mindig fér belétek? Mondjuk azt tök mindegy, hogy a platón tárolod, érted, vagy a vetőbe. Az a lényeg, hogy minél több van a vetőbe, annál kevesebbet kell forrulnod, vágod. Egyébként nem csúnya a mod. Mármint ez a vetőgép mod, ez nem csúnya, az jó. Kinyitjuk a másik felét. Az meg már tele is van. Ó, hát ez nagyon tele lett. Jó, ezt is egy kicsit odébb húzom. Olyan nagyon messze húzzuk. Áthúzhatom a túloldalra. A T150K-t meg szerintem a... Látod, ez tök gyorsan el tudja húzni. Mert nem ér le. Látod? Nem érnek le a tárcsak. Az valami meg volt ültetve, nem volt jó nekünk. Gyerek. Tök jó! Ez most így nagyon tök jó. Én éreztem, hogy 3 erős géppel, 3 nagyobb tárcsával azzal azért már lehet jól dolgozni. Ez figyelj, ez ilyen élhető kategória, én úgy gondolom, mert addig ugye több tudsz csinálni mindent, előkészíted a dolgokat következőhöz. Ez az élhető kategóriába tartozik bőven. Várjátok, az az igazság, hogy itt még azt kéne csinálnom ám, hogy ezeket hátrébb tolom egy picit. Mert ugye itt még le kell a szélét ugyanúgy húznom. Egyébként már az MTZ-be le is húzhatnám a szélét, nem igaz? És akkor nem kellene, hallod? Hát ne viccelj, testvérem az úrba. MTZ-be húzd már le a szélét, hát mire várunk, ember? És az a baj, hogy ott van, várj, nem ezzel húzom le, hanem inkább a másikkal, ami ott belelóg, mert az meg tök szar helyen van. Ezt kikére teljesen minden.
Valószínű, igen, valószínű, hogy itt ezek össze fognak akadni. Úgyhogy azokkal kellene valamit csinálni. Hol vagyunk? Mindig itt belekeverenek. Oda né, az pont le fogja húzni. Jaj, de jó lesz. Jó, oké. Ez így jó. Oké. Azt hittem, hogy nem jó, bele összeakadtak, de nem. A tobolást el kell felejteni egyébként, amikor már több járművel van. Nagyon meg kell szokni a térképen való navigálás, sokkal gyorsabb, de kevésbé idegesítő, mert folyamatosan tabolsz, 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 egy rémálom. Mondani, milyen gyorsan lekultiváltuk, mi? Tök jó volt, ezt éltem. Ebben a részben kezdtük, nem? Tök jó. Sőt, ebben a részben kezdtük, meg még rendezgettük a dolgokat is. Tök jó. Le is izéltük, ugye? Legyomírtóztunk? Hányszor van ez izéltem? Ez egyszer van, ugye? 50-szer, jó pár, nem gyomírtóztunk, hanem letrágyáztunk. Tök jó. Na, azt hátra tolom egy kicsit, és akkor megcsináljuk a széleit. A 750k-t át kell raknom egy kicsit idébb. És ha megvannak a tyúkok, a 3000 tyúk, ugye, akkor mindenképpen mezőgazdasági földfejlesztések lesznek. Haladunk tovább. Szerintem ott már elég sok pénzt tudunk termelni folyamatba. És egyébként, hogy az lenne jó, hogyha elérnénk egy olyan szintre, ahol már dögivel jön a lóvé. És ha dögivel jön a lóvé, akkor már nem kénylódsz. Tehát nem az van, hogy jaj, most mi lesz, de viszont azt a 250k-t el kell vennem onnan. Ne, mi van? Igen. Ezt el kell vennem. Mert ez már nem kell ide. Inkább megindítjuk itt lefele. Meg megindítjuk a K700-at is, és akkor majdnem, hogy lehúzzák egyszerre. Mehetsz, testvérem? A K700 kiér, azt is áthozom ide. Gyerekek, nagyon-nagyon pörgős így. Nagyon-nagyon gyors, erős gépekkel, érted? Nem az, hogy folyamatosan rúgnak. Borzalmasan szar volt az. Figyeld, megindítom ezt is, mindjárt kiérsz. Fölvesszük. Ez nagyon jó, ez most nagyon-nagyon élem. Hát ezek ilyen gépekkel kell, gyerekek. Meg hát ez bírná a nagyobb tartsát is, de sajnos bajosan dolog. Ezt nem fogja tudni lehúzni egybe, úgyhogy inkább ne erőködjünk, ne két csikot húzzunk vele egyet csak. Oké, na ezt te is, testvérem, nyomjad neki, mi meg ugye lehúzzuk a vetőszélét. Ez igen, ez már kultiválás a javából, gyerekek, mi? Meg kultiválás jelenában. Jó, hát ezt megpróbáljuk. Hát egyébként ez a traktor, ez kicsit kevés lesz neki, én érzem. De nem, odolnak a nagy gépeink. Igazából azok a szántóföldi munkákra valók. Az a kis traktor, ez meg a kisebb melókra, úgyhogy teljesen jó egyébként így. Ez a felállás nekem egy így tetszik. Kicsit visszbeállítjuk egyenesbe az MTZ-t. Oké. Okay. BB? Mi? Kinyitott betölgép? Ki kellett nyitnom, bazza? Mit nyitottam ki a betölgép, emberek? Aha, ez kevés. Ez kevés, gyerekek. 53% slip, ez mindjárt lassan magán. Jaj, gyerekek, baj van. Nagyon-nagyon kevések vagyunk. Ú, te Isten, de nem baj. Legalább nem érzem, legalább a karakterisztikája az nem csites, egyáltalán nem. Azt a betyár, gyerekek. Jó, nyomok neki egy melóst. Ez húzza már. Jaj, ne! Figyeld! És ez történik ugye, hogy elássa magát. Egy bizonyos sleep fölött fogja magát, elássa magát. Jó, hát ezt figyelj, megpróbálja, jó. Nem is fogja tudni ez véghúzni, mi? Öcsém, megy ám a kilométer az MTZ-be? Meg kell nézem ezeket a gyerekeket, mert itt vannak bajok. Ezt az egyet kiveszem. Tárcsát visszük be. Álljál meg, barátom, egy kicsit. Jó. Jön a... Ezt is ki kell vennem a rábát. És a T... A K700-as az húzza le. Ugye. Jó, öcsém! De aztán nem kis pályázta testvérem. Átugratott rajta. Jó, és az akkor be fogja fejezni. Gyerekek, hogy néz ki a rába, basz? Mi van, lefosta egy izé?
Egy Godzilla, vagy mi történt ezzel? Na jó, ezeket elviszem. Azt a betyá, hallod, egy belső nézetet nem ismerek nézni. Jézus Mária! Hát tényleg a sterimó kell ide nekünk ma lassan. Na hát valahol rendezkedjünk el azért, nem sok helyünk van, sajnos a szalmad itt betette nekünk a kaput. De valahol azért kellene pakolnunk, meg ugye kell menni a vetőért, azon... Izért nem tézi meg szerintem, hát lehet, hogy megőrül. Ugye a skultizik is lehet, hogy azért is van az, hogy nagyobb teljesítmény kell neki. Mennyi üzemanyagunk van? Jó, a 2-5-feles rába nem eszik tőle túl sokat, annak örülök. Menjünk föl? Ja, egyébként az izé ezt fogja. A kultivált terület fog mindent, az tök jó. Na jó, egyébként ez egy jó dolog. Na, nézzük mi a szituáció. Hol van... Hol az MTZ még mindig ott van. Azt szerintem az meg is állt, nem? 0 km. Remegy. Remélem ez dolgozik, hallod, egy elmegy. Hallod, ez szerintem úgy básta magát, hogy ez ott döglött meg. Gyerekek, babbaj. Jó, ezt lehet, hogy indítom is. Na, testvérem, mennyi? Nyomjad neki. Oké, okay. Megnézzük az MTZ-t, hallod? Okádja a füstöt. Jézus Úristen! Á, gyerekek, nézd ma! Jézus Úristen, mit csinálsz? Azt a rohadt élet, hallod? Hát ez nem kis pálya. Jó van, gyerek, nyugodjál meg szerintem. Hát ez nem... Hát ez aztán belement a kilométer az MTZ-ben, mi? Jó, viszont itt jön pont a nagy ágyú. Úgyhogy ez tök jó lesz nekünk. Azzal meg is csinálom a... dűlőzés legalább, vagyis nem dűlőzés, hanem szegést. Jó, izé, az megy fölfele, a rába, viszont a rábát ugye kellene indítanom oldalra, úgyhogy arra figyelni kell, hogyha véget érek, végig ér, akkor oldalra indítás, mondjuk az izét el kell vinnem a K700-at vissza kéne vinnem, nézzük a rába, mikor ér végig, mindjárt végig ér. Jó, a K700 az jó helyen van, nézzük a rábát. Gyerekek, ez fut vele, hallod? Fud vele. De hát ez még koszosodik tovább, ez úgy néz ki, mint a barnára festettük volna. Igen, nyugodj meg. És V, vaj. Ugye le kéne húzni a széleit, hogy normális legyen. Azt muszáj megcsinálni, úgyhogy bocs gyerekek, de azt muszáj megcsinálni, hogy megcsinálom a széleit. Oké? Okay. Hol is lát? Hogy... De jó hangja van egyébként ennek a Steigernek. Ja. Húzzuk le a széleit. Meghúzzuk a másik széleit is. Vagy a másik szélt, muszáj megcsinálni. Sajnos ez ilyen. De különben nem jól fordulnak. Előbb-utóbb meg kell. De hogyha előbb húzod le, akkor ugye jól fordul. Úgyhogy ez tök jó. Jó van, nyugodjál meg te is. 10-50k. Jó, ezek 6 méteres vetők tök jók szerintem, kétszer lehúzom itt alul. Milyen a... nem tudom mivel valamit... Fú, el kell indítani megint valamit. Ja, gyerekek, nagyon sok dolgod van, hallod? Itt. És ez... Oké. Még egyszer lehúzom visszafele, szerintem bőven jó is leszülni. Elég lesz neki ennyi. Azt indítom is, meg azt nyomja. Fönn lehet, hogy le kéne szegnem a izével. Ott van a K700. Legyen meg. Ezt meg indítom, fölfele szélbe mehet.
És ezeket nem is kell újra tölteni, mert látom, hogy elég nagy a... Elég nagy kapacitásúak. Oké. Okay. Jó, menjen is tovább. Mindig felemeltük szépen, befordulunk. És innen már ezen az oldalon biztos, hogy jól el fog fordulni, frankon működik. Oké, na. Ha, Isten veled. A K700-zal le kéne másik oldalát dűlőzni minél hamarabb. Addig lerakasztok. Vagy szegni? Mindig azt mondom, hogy dűlőzni, de a dűlőzés az más, az ugye ezenél jó. A szántásnál talán? A dűlőzés a szántás. Ó, jaj. Jó, hát az a lába, az fel fog érni. Semmi gond, gyerekek, egyébként uralom a helyzetet, bármennyire is nem annak tűnik, vagy nem úgy tűnik, de tényleg... uralom a helyzetet, pontosan tudom, hogy hogy fogom ezt kilogisztikázni. Ezzel még egyszer visszamegyünk, visszafordulok. És akkor ez is indul ám nagyba lefele. De vagy itt vannak ilyen fák. Amiben... azt gondoltam bazen. És pont izére veszed. Kerékre veszed, és ez ilyen... Tök jó egyébként, imádom a készítőket. Hogy megcsinálják azt, hogy ilyen a fákat raknak a föld alá. Amiben nem elég, hogy mindig beleakadsz. Most jó, oké. Lehetne mondani realitás. Hát, ne arra, ugye a realitás az nem hiszem, hogy abból áll, hogy egy hüvelykúj vastagságú cserjébe akar el a zénk, a traktorunk, a K700-asunk. Na, mit csinálott ez a izé? Mit csinálott ez a gép? Most arra rohadt kíváncsi, hogy figyelj, ilyen kicsi helyben megfordítja, de jó. És vissza fog tolatni, szerintem ez jól is fog indulni. Odané, odané. Nem is kell volna kétszer dűlőzni, de kellett volna. Látod? És körülbelül egyébként kétszer kell szegnem, akkor jó már a föld. Jó, ezt a végén indítom a másik végén. A... Följövünk a 250K-val, megindítjuk középen, az MTZ meg el fogja hordani a cuccokat, jó? És akkor nem kell itt izén, nem kell az MTZ, nem kell szórakoznom tovább. Az indulat is lefele. Gyerekek, elég jó pörgősen sikerül ezt megoldani. Egyébként a következő részben szerintem hatalmas pénzeket fogunk kaszálni. Mindenből is. A tojásból is, mindenből. Oké, mehetsz lefele, haver. Iramodj. Oké, kell nekünk egy MTZ. MTZ, hol van az MTZ? Itt van az MTZ, itt van az MTZ. És az MTZ-vel össze kell szedni itt a cuccokat, mert az lesz a baj. Sőt, nem, először a T150K-val kellene. Mondjuk ezzel bevihetjük a telepre, oké? Okay. Elindítjuk a vetését. Jó van, ezeket simán elvetünk. Hárman olyan szépen el fogják vetni. Egyébként kettel is jól elvetnék. De hát akkor már menjen a munka, pörögjön. Beviszom a telepre ezt a cuccot. Ó, félre rakjuk, tehát már nem tudom, hova rakjam. Ez a nagy szalmakupac, ez itt te foglal akkor a helyet. Ugye megpróbálom besummasztani a lifa elé. Lifa, körbelez véve a lifa. Gyerekek, próbálja kiállni majd az ifával, hm? Jó, megyünk föl. Mennyire szar állapotban van? Figyelj, igazából ugye most mivel ezt megcsináltuk, csak annyit kell nyomni, hogy javítás. Volt rá pénze? Vagy ezt mindenképp levonja? Levont alól. Megyünk a harmadik betőér. Gyerekek, boszme gyorsan ide, boszme gyorsan vetünk, hallod? Nézd már meg hány sort lehúzott. Ott van a vető túloldalon. Pont akadékban is lenne a... K700-nak.
Igen, csak olyan metőket fogunk kultiválásra is használni, ami tényleg olyan, hogy a valóságban is tudja. Ez a GD, ez nem tudja. Valaki van a vadászlásban azért, tiszta horror. Meg kihagyott egyet a vető. Remélem, az meg nem olyan vető, hogy ilyen izéket fog kihagyni, ilyen fótokba így kihagyja. Nem ér le rendesen. Nem örülnék. A gyerekek, ő is indul, mind az állat. Merre fordul egyébként egy ilyen gép? Mármint hol érdemes megindítani ilyen helyzetbe? Ezt indítsuk meg a közepén, aztán majd látjuk. Nem igaz. Tökéletes gyerekek, ezt a dárcsát meg elvisszük az MTZ-vel. Azt meg is vagyunk, az MTZ-re felrakjuk a gyomirtót. Na, gyerekek, akkor olyan mondom. Most nem mondjátok, hogy szara izé kompozícióit. Három különböző, kb. Ugyanaz a kategóriába tartozó erőgép. Tökéletes frankósággal működik. Ezt meg felveszünk a francba, aztán ide behúzzuk ezt is a telepre. Hátsó bejárat kéne a telepre egyébként, valahogy meg kellene oldanom, de valami olyasmi módszerre, hogy mit tudom, hogy ne kelljen hozzanyúlnom a maphoz, meg ilyenek. Ha gyerünk MTZ-re, menjünk. MTZ kezd kiürülni. Tudjátok, mint amikor eszközöket kihozunk a telepről, vagy amikor bevisszük, akkor javítsuk meg, tök mindegy, de az a lényeg, hogy amikor viszel be, mész ki, mész be, és jössz ki, akkor azt kellene csinálni, hogy mindig javítani a dolgokat. Hát még ilyen mozgatásra is szegény MTZ, ez nem annyira ideális. Pedig benne van a 110 lovas, remélem, hogy benne van, nem? Mindig egyébként ezt valahogy elveszik belőle. 250-esnek nem nagyon van tele a magtár, meg a vetőmag, meg a műtrágyatár. Úgyhogy ez elég hamar fog ürülni, csak sajnos ugye megint kell vennünk. Jó, csináljátok, csak okosba gyerekek. Na, öröm nézni egyébként, hogy dolgoznak. Szépen csinálják. Jó, akkor itt átkozom, ott meg elhagyott egy ilyen kockát. Jó, hát annyi baj legyen, majd megcsinálja a Keeper. Annyi baj legyen, srácok. Ezt meg berakom ide, most a műtvágya szóró nem kell. Hát egy kicsit szűkösen vagyunk most, sajnálom, de hát... Majd valami lesz ám. Valahogy megoldja a Keeper. Egyébként ilyen tolatáskor azért cseszem, mert olyan rettenetesen lassan szedi át a kereket. És nem figyelem a kereket, én meg már nyomnám hátra, és még mindig nincs átfordítva a kerék. Aztán ilyen nagyon lassan szeri át. Megmagyarázza, nézzék az egyes bizonyítványt a Keeper mi. Jó, oké gyerekek, meg vagyunk. Az MTZ-re most nincs is szükségünk. Amire szükség, de van szükségünk, mert mindjárt megyünk permetezni az MTZ-vel. Gyomírtó kellene, az IFA fönn van. Igen, semmi gond, gyerekek. Minden szuper, minden flottul működik, én úgy jelölöm. Ezt szépen felvesszük. Egyébként egy nagyobb permetező jó lenne. Valahogy a helikopter, hát a helikopter, ja, jó lenne a helikopter, valahogy nem fülik hozzá a fogam. Jó, mert ez egyébként ezt is tudja, hogy a munkás frankon csinálni, tök szépen flottul dolgoznak. Jó, oké. Ez ugye ki is nyithatja. Be is állíthatjuk. Ugye nincsen gyomírtunk, de mindjárt jövök le az IFA-val, aztán már mindjárt lesz is. Ez gyorsabban ugye leérek, mint az MTZ-ben föl. Na, azt mondja, hogy IFA. Bekötés. Figyelj, nincsen gyomírtunk, gyerekek. Ujjjj. Ajaj. Nincs gyomírtunk. Ami nagy baj. És komolyan, hogy nincs gyomírtunk? Hát hülye vagy, Keeper? Hova tüntetted a gyomírtót el? Nincs gyomírtom! Mennyibe kerül? Az nem olcsó. Úristen, baj van! Nincs egy gyomírtó! Honnan megyek gyomírtó? Most mit csinálja? Azt a betyár, úristen! El kell adni valamit. Azt a rohadt életbe rácsesztük, gyerekek! Nincs gyomírtom! Ejjaj! Mindegy, ezzel kiállunk ide. Hát ez nagy baj, hogy nincs gyomírtó. Úgyhogy akkor ezt addig cseszhetem, ezt le is rakom.
Hát nem tudom, hogy hogy fogom nyomértót fölvenni. Az a baj, az MTZ-ben meg nem nagyon fogom hamstert húzingálni, mert arra gondoltam írtam, hogy a hamsterre ugye tudnék pénzt keresni, hogy elvinnék. Nincs pénzünk nyomírtóra. Jaj! Van baj, gyerekek, nem baj, a vetés az megy. Hát tudod, ezért jók a gépek. Használja őket az ember. Próbáljuk meg addig a hamstert, nem tudom, hogy lehet, hogy be se tudja indítani, mert arra jó lenne, hogy föl tudnám vele szedni a cuccot, de hát valószínű, hogy nem fogom tudni ezt húzingálni. Hát... megint el fogom ásni magam. Jó, el is ásta. Ajaj. Ó, bazza. Tengelyig, jó van. Akkor ki kell vennem bazza egy embert. Ki kell vennem egy embert a vetésből. Ezzel nem tudom elhúzni a hamstert. Meg akartam tölteni, és akkor lenne pénzünk. Jó, hát akkor melyiket tudom kivenni? Az a baj, hogy a izé rábát kéne kivennem, megmondom a frankót. Már csak azért. Hol a rábánk? Mert annak a legkevesebb a tartája, ugye? És igazából pont intem van is. Tökéletes. Mármint ugye ebben van a legkevesebb mok. Szem meg minden. Jó gyerekek, rába kivétel. És megpróbáljuk a... megpróbálunk. Jajjaj. A francia gyerünk. Az a baj, nincs hely a telepen, úgyhogy tudod mit? Ugye áthúzom, bocs, de nincs hely a telepen. Jó, azok meg csinálják csak okosba a dolgot. Jó, mert erre jön pont a izé, 250k. A rábát. Igen, megpróbálom felszedni vele a szalmát. Az a baj, félek tőle, hogy nem fogja felszedni. Na, ha nem fogja felszedni, akkor az baj. Nagy baj. Hát ezt nem tudtam kihagyni, hogy ne menjek ebbe bele. Lol. Tapossa a szalvát, összetöri, basszus. Ő viszont időt meg kellene pörgetni, hogy a legjobb arról adjuk el a szalvát. Na gyerekek, most már megint nézem, hogy van fölforgás van, ugye? Na. Nem megpróbálom, tényleg annyit csinálok, hogy bekapcsolom mellette, hogyha mazni van, akkor föl tudja szedni. Sőt, vagy mi fölhúzzam rá, nem, inkább mellette kellene. Nyomunk egy vét, leengedjük, csak akkor kellene bekapcsolni, hogy a szalmát szedjen el mást. Így. Jó van, szedi. Jó van, gyerekek, no probléma. Szedi szépen. Igaz, lehet nem kell volna felhúznom rá. Most még bele akadtunk, belemástuk magunkat. Jó, az a szerencse, hogy felszedi innen, mert különben aztán most nem tudom, mi a tökömet csináltam volna, csak egy kicsit nehéz össze. Lehet, hogy inkább az kéne, hogy többször elmész. Ne az, hogy... te férünk? Jó, szedjed szépen. Itt van 8%, jó van. De viszont kellene pörgetni időben, hogy... aj! Hogy a szalmát jó áron adjam-e? Az meg nem jó. Pörgetem az időt. Valahogy itt ki kéne válszorognunk. Megpróbáljuk nagy gázzal kihúzni. Jó, meg is van 100%-a. Nézzük meg mennyibe megy a hiszi. Szóval a 130 körüli szalma az egyébként jó. Úgyhogy azt tudunk vele. Azt a betyár, gyerekek! Ja ne, de várj, ez nem a szalma. Hülye vagy. Ez a szalma. Ne is vagy véletlenül hülye, érted? Az nagyon békos egge alatt. Hát ezt akkor cseszheted, érted? Keeper! A végén még örültél neki, hogy a szalma jó áron megy fölfele, aztán egy nagy lószart. Jó, hát akkor viszont meg kellene várni, hogy bevesse a földet mind a kettő. Sőt, lehet, hogy akkor kiviszem a vetőt. Jó, föl tudjuk szedni, ezt legalább tudjuk. Akkor azt kéne, hogy a föld legyen bevetve, hogy egyszerre legyen ugye rövekedve. Azt ugye megbeszéltük már jó pár résszel ezelőtt, hogy ezt semmiképpen nem fogja úgy csinálni a keeper, a gyerekek, menjünk át. Ezt akkor besegítek a vetésbe én. És akkor a következő részben adjuk a szalmát, abból meg tudunk venni egy műtrágyát minimum.
És akkor abból már a keeper már tud akkor gazdálkodni. Akkor tud műt, vagy nem, nem műt rágyát! Mi az? Tudod mit? Tudod jó, hogy mit? Jó, van, vetek egyet legalább én is. Nem, nem éri szó a ház elejét, hogy semmit nem csinálok, ugye? Nem, mindegy, biztos írjátok, hogy hát nem csinálsz semmit, keeper, csak kizéve. Csak nézed a dolgokat. Nézel, mint a batykiak. Nálunk az a duma van. Egyébként pont néztem egy ilyen, Bandi küldött egy ilyen TikTok videót, hogy a mondok olyan zalai kifejezést, fogadjuk, nem tudjátok, hogy mi az. Na kíváncsi vagyok, írjátok meg, hogy, vágjátok-e mi az. Kágyiló. Na, kágyiló, vágjátok mi az a kágyiló? Itt Zalába, ez egy gyakori szó. Mindenki tudja, hogy mi az a kágyiló. Na, megmondjak még zalai szavakat. Egyébként az a durva, hogy egy, lehet, hogy egy izének, egy más megyeinek, annak ilyen nagyon furcsán beszélünk mi ilyen zalaiasan. Nem? Nem? Az jutott eszembe, ugye mondogatni szokták régen, hogy a zalaiakat azt úgy nevezték, hogy zsötét zala régen. De egyébként nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert Zala megyében volt először közvilágítás, meg áram bekötve. Ezt azért sötét zalának hívták a zalai, zalát. Jó, gyerekeket nyomom neki, mint az őrület, hogy legyen nekünk sok pénzünk. Hát ja, hova tűnt a gyomírtó, bazeg? Hova tűnt a gyomírtó? Nem volt gyomírtó. Hova szarba tűnt az? Elhasználtok, tík. Nincs oda dolog ez. Szörnyű, komolyan mondjam, szörnyű. Ja, kágyilló, mondjak még ilyen szavakat, ilyen zolai szavakat. Például krumpli prósza. Vágod el, mi az a krumpli prósza? Megvárja, még milyen, mit mondjak olyan? Volt egy olyan, volt egy vagy nem munkatársam, egy osztálytársam régen, hát az olyan durván beszélt zalaiasan, az ilyen tipikusan így beszélt, hogy aztán figyeld, de lightergyát hozzad már át. Tikok azon mi van át? Hogy ne tikok. Meg ilyen, de nagyon durván. Bout volt, ugye, nem bolt, hanem bout. Akkor, izé, paucon. Pauc, rá szoktam írni egy pauc a izére. A pauc az, figyeljetek, a pauc az a pauc. Ez mindenképpen paucnak nevezték nálunk. Nem tudom, gondolom arra is nevezik paucnak. A polcot természetesen. Pauc. A... Milyen van még itt Zalába? Az aljak, azok vágják gondolom ezeket nagyon. Amit lehet, hogy ilyen furcsa hangzana. Hát ugye nálunk a hűtő az ugye hüttő. Tehát az két téve, rövid ővel. És ez halál komolyan. Győrbe dolgoztam már, többször meséltem szerintem, hogy szoktak rajtam röhönni. Hogy... Miért csináltál? Hüttő! Kettő téve, ugye vagy? Hát ez hűtő! Aztán itt fel, itt hüttő mindenki. Mindenki hüttőnek nevezi. Na mi volt még ilyen-e? A hum voltá. Nem tudom, a hol voltá, az hum voltá természetesen. Akkor nem is tudom. Dolgoztá. Nem el nélkül dolgoztá, meg hum voltá. Mikó. Gyűsz. Gyütté. Hát gyütté, meg hum voltá, ja. Mikor megyünk ma bálba? Mivel gyűjtök? Kocsiva? Jó, lehet, hogy egy csomó, lehet, hogy több megyével is egyébként ezek így ismertek, de na, nem tudom, hogy mennyibe, és mikor. Figyeljetek, mindjárt. Az a keeper azért haladási van, haladás MGTS. Egyébként most ezzel azon gondolkozok, hogy lehet, hogy meg kéne búcsúznom tőletek, és akkor azt kéne csinálnom, hogy gameplay-en kívül ezt így befejezem. És semmi trükk, semmi csalás. Onnan kezdjük, hogy el van már verve, és akkor belepörgetünk kokosba az időben. Ilyeneket nem akarok. Figyeljetek, akkor most nem forgolódok százat, hanem akkor onnan kezdjük, jó? Na, köszi szépen figyelmet, jók legyetek! Csácsőbe csátesztok!